Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9-kor és este 10-kor megismételjük. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Lőlik Levente, lelki pásztor testvéremet, aki elfogadta meghívásomat, és itt lehet a televízióban. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy itt lehetek, beszélgethetünk. Nézőket is nagy szeretettel köszöntöm. Remélem, hogy Isten áldása lesz a beszélgetésünkön, mindenki épülni tud belőle. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy valami nagyon kedves igéd, vagy igeversed, ami a szívedhez közel áll, hogyha ezt megosztanád velünk a kedves nézőkkel, és gondolatokat fűznél hozzá, hogy mit jelent számodra ez az ige. Igen, lelkipásztori szolgálatnak hogy nagy része ige hirdetői szolgálat, és ezért a készülés során az ember folyamatosan találkozik Isten igéjével. Nagyon sok ige és azon keresztül sok igazsága Istennek kerül közel a gondolatainkhoz, az életünkhöz. Most az adventi időszakban egyik vasárnap a Római Levél 8. fejezetéből volt néhány igevers, és ez egy hosszú fejezete a Római Levélnek, annak a zárlata, az utolsó két verse, az most, amikor újra olvastam, tanulmányoztam, ismét felelvenedett bennem, mert a megtérésemkor is ezek az igék nagyon meghatározóak voltak. Ott Pál apostol azt mondja egy hosszú gondolatsor végén, kicsit önmagából, a közegből kiszakítva furcsán is hangzik a mondat, mert valamit lezár ezzel, szinte az egész 8 fejezetet, amit ott előtte elmond. Azt mondja a végén, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket, nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És ahogy mondtam az előbb, ez ugye merttel kezdődik, tehát valamit befejez itt az apostol, a 8. fejezetben beszél arról, hogy akik Krisztusban vannak, azok ellen nincsen most már semmi kárhoztató ítélet, beszél arról, hogy mit jelent a lélek, a Szentlélek Isten erőterében élni, lélek által vezetett emberként, aztán előkerül az Isten fiúságnak a páli gondolata, mit jelent Isten gyermekének lenni Jézus Krisztus által, hogyan fogad minket Isten az ő gyermekévé. Aztán beszél folytatásképpen arról, hogy ebben a világban élve, egy olyan világban élünk, amelyben van romlás, van pusztulás, együtt nyög és sóhajtozik ez a világ, és az Isten gyermekei is ebből úgymond részt kapnak, mert azt mondja, még mi magunk is sóhajtozunk, hiszen fájdalmak, szenvedés, mi is szembesülünk ezzel. És rögtön hozzáteszi, hogy ugyanakkor az, amit az Isten elkészített, az összesen hasonlítható azzal, ami itt fájdalom vagy szenvedésként jelen van a mi életünkben is, és azzal fejezi be, megemlít, hogy a lélek is esedezik érettünk, tehát Isten mellettünk áll ebben a vívódásban, vagy a evilági életnek azokban az oldalaiban, vagy árnyoldalaiban, most így mondom, fájdalmakban, szenvedésekben, amik elővesznek minket is. Azzal fejezi be, hogy ha ez mind így van, akkor ha Isten velünk, ki lehetne, és ki lenne ellenünk, mi választhatna el minket az Isten szeretetétől, és akkor a végén mondja ezt a mondatot, hogy mert meg vagyok győződve, hogy semmi. Tehát ez a mondat így, ezután a felvezetés után teljesen világos, hát ez, hogy nem azért mondja az apostol, meg mi sem azért idézzük, mert magunkban bíznánk, mert ha magunkra tekintünk, inkább elbizonytalanodunk, hogy mi lesz a vége, de az Istenre tekintünk, és ez a fajta Istenre tekintés mondatja ki velem is, meg mondatta ki az apostollal is ezt a bizonyosságot, hogy meg vagyunk győződve, vagy éppen nem miatt, amit ő megmutatott az ő szeretetében, Jézus Krisztusban, emiatt, az alap miatt igaz az, hogy semmi sem szakíthat el ettől a megjelent kegyelemtől, üdvösségtől. Azt gondolom, hogy ez egy nagy bátorítás, hogy nem a magunk ereje által van sem az üdvösség, az elkezdése sem az útnak, sem a befejezése, hanem az által Isten, aki által, aki elhívott bennünket. Hát ez valóban nagyon csodálatos igét választottál. Az én számomra is sokat jelent a Róma 8, mert
olyan fontos dolgokról Igen. beszél a hívő ember életében, hogy amely meghatározónak kell, hogy legyen az életünkben, és hát mindegy, valóban egy csattanó a végén, amikor mindezt mondja, hogy semmi el nem szakaszthat az Igen. Úr szerelmétől. Azt szeretném kérdezni, hogy hát hol születtél, és hogy gyermek éveidet merre töltötted, hogyha erről beszélnél számunkra. Budapesten születtem, de kezdettől fogva Fóton éltem. Már több generáció óta gyakorlatilag a apai ágon a édesapám is Fóton született, nagyapám ugyan Székelyföldön született, de Fótról került oda a dédnagyapám, tehát több generáció óta Fóton él a Lőrik család, vagy a Lőrik családnak ez az ága, amihez én tartozom. Úgyhogy Fóthoz kötődik a kisgyerekkorom is, felnövekedésem, általános iskolába is ott jártam. És persze volt, hogy olyan időszak az életünknek, amikor nem ott éltünk, szolgálat miatt, vagy tanulmányok, egyebek miatt. De hát többször oda már visszaköltöztünk, amikor ezek a szakaszok véget értek. Ugye egy meghatározó pontja maga a község, hát most már város, gyerekkoromban harmad ekkora volt, úgyhogy egy kicsit furcsálom is most én, mert akkor egy kis nyugodt település volt, most meg az agglomerációnak minden örömét, meg hát nehézséget is hordozza. Tehát többszörösére nőtt a lakosság száma is, de Fót az mindig meghatározó volt, meg a gyülekezet is a településen az életünkben, életemben. Igen. És a kedves szüleid is hívők voltak, tehát kezdettől fogva, hogy már te megszülettél, tehát már előtte is. Meg hát, még említsd már meg a kedves nagyapád, hogy milyen sokan voltak testvérek talán. Hát igen, a apai ágon a déd nagyapám volt 1880, a 90-es évek elején, aki megtért feleségével együtt, Isten újjászülő kegyelmében részesült, és nekik, dédnagyapámnak voltak, nagyapáméknak voltak gyermekei, 13 gyermekük született. Persze sokat ő, néztem a családi krónikát, vagy a családi bibliát, sokokat ő maga temette el, hiszen ugye nyilván a 19. század végén, 20. század elején a gyermekhalandóság sokkal nagy magasabb volt. De mondjuk sokukat már nagyobb gyermekkorban érte, és ő temette el őket, mert aztán ő utána prédikátor lett. Tehát igazából ilyen harmadik, negyedik generáció az a családunkban, aki Isten kegyelméből a hét útján jár. És lelkipásztori szolgálat is volt, de édesanyám oldalán is. Tehát a dédnagyapám, ő osztrák volt, Ausztriából került Magyarországra, de a gyermekei, aztán ő is a baptista gyülekezetben, nagyapám ott volt lelkipásztor egy időben, anyai ágon, tehát apai ágon is az egyik, a dédnagyapám ott volt, aztán édesanyámnak az édesapja is, és akkor azon az ágon a dédnagyapám is a baptista gyülekezetbe jár, de ő osztrák származású volt, ide Magyarországra nősült, úgy került át Magyarországra. Hát azért ennek nagyon örülök, amit elmondtál, mert amikor így az elődeink is istenfélők, ez az áldás jön tovább, Igen. és Tereád is, hiszem, hogy így hat ki ez az áldás. Az én életemben is a dédnagymamám is baptista hívő volt, és a nagymama is, és így a szülők, és én Igen. is, meg már a gyermekeim is, és hát valóban nem az átok, hanem az áldás jön tovább, és ez egy nagyon jó dolog. Igen. Azt szeretném kérdezni, akkor utána hát kezdtél valami irányban talán, hogy iskolákat végezni, hogy mi szerettél volna lenni, tehát hogy hol tanultál, vagy milyen szakon. Igen, hát Fóti általános iskolában, a Garai általános iskolában kezdtem az általános iskolai tanulmányokat. Talán éppen Fót miatt is, mert mondom,
Igen. Nem összehasonlítható a mostani képpel, akkor egy község volt, házunk mögött nagy telek volt, nagyapámnak volt gyümölcsös szőlője a település határában, tehát így nagyon közel állt hozzám a természet, kertészkedés, meg a Somjóba gyerekkoromban nagyon sokszor fölmentem az erdővilága. Tehát ez terelt arra, hogy nagyon hamar én eldöntöttem, hogy valami ilyesmivel akarok foglalkozni, tehát vagy kertész leszek, igen, vagy erdész leszek, természetközeli helyzetben maradjak, és gimnáziumban is így kerültem, tulajdonképpen Budapestre, a Babis gimnáziumban ezzel az elhatározással, és ennek megfelelően a biológia, földrajz vonzott nagyon. Aztán pontosan nem tudom már megmondani, hogy miért, de volt egy váltás a gimnáziumnak ugye a közepetáján, amikor meg a humán irányba kezdtem el nagyon érdeklődni, különösen a magyar irodalom, nyelv, történelem. Nyilván azért is, mert gyakorlatilag mindegyik tanárom, bármelyik tárgyat mondom, nagyon inspiráló módon tanított, de ez a kettő, aki a magyar tanított, a balatoni Teréz, illetve a történet Kőszegi Miklós, olyan hatással voltak, hogy átfordultam így a biológia és természettudományi dolgok oldaláról erre. És végső soron hát ezzel a szándékkal tanultam a már utána a gimnáziumban, hogyha tovább tanulok egyetemen, akkor az valami bölcsészettudománnyal kapcsolatos, magyarral, történelemmel kapcsolatos terület lesz. Sőt, ott a történelem tanulmányok során, az ókor tanulása közben, Kőszi Miklós később ezzel is foglalkozott, meg most is ezzel foglalkozik nagyon behatóan, úgy felkeltette az érdeklődésemet az antik kultúra, antik világ, meg a héber kultúra, zsidóság dolgaival kapcsolatosan. Úgyhogy ez volt bennem, ez körvonalazódott. Aztán ezzel pedig párhuzamosan, mert gimnazista éveim alatt értem meg, pedig előkerült az, ami, hát én azt gondolom, hogy aki gyermekkorától kezdve valamilyen keresztény gyülekezetbe jár, és rendszeresen ott van az Isten tiszteleti alkalmakon, abban úgy valahogy felvetődik egyszer, legalábbis sokaktól hallottam ezt, hogy szolgálni lelkipásztorként, igehirdetőként. Tehát ebből visszaemlékszem magamra, hogy kisiskolás koromban otthon hétfőn eljátszottam magamnak a vasárnapi Isten tiszteletet, hogy milyen volt az imóra, az igehirdetés. Tehát ugye ebben a közegben nőttünk föl. És amikor megtértem, akkor ez valahogy a megtérés után felerősödött, hogy mi van, hogyha Isten, nyilván azok a gyermeki képzelet meg fantázia világa volt, de mi van, hogyha megtért újjászületett emberként, ő azt akarja, hogy ezen a területen szolgáljam őt. Hát hiszen bármilyen ugye, területen szolgálhatjuk Istent, a protestantizmusnak pont a munkaetikája az, Luthernek a munkaetikája, hogy a munka az hivatás, tehát abban is lehet bármelyik munkában az Istent szolgálni, de mi van, hogyha ezen a területen, ami igehirdetői lelkipásztori munka, és aztán ez annyira felerősödött, hogy amikor dönteni kellett, hogy most hova adjam be a felvételét, akkor én beadtam az ELTE bölcsészkarára is, magyar szakra, már csak azért is, mert a tanárom, felkészítő tanárom, irodalomtanárom jó voltából, középiskolai tanulmányi versenyeken is voltam, és az is irodalom volt, de a teológiára is. És aztán volt éppen az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az OKTV, akkor nem tudom ma, hogy van, vagy egyáltalán működik-e még, de az első 10 helyezettje az felvételi nélkül bejut arra a szakra, bármelyik magyarországi egyetemre, akkor régen ez volt. És ugye 20-an jutottak akkor a 20-as szóbeli döntőbe, és én valahogy így gondoltam magamban, hogy mind a két helyre beadom, meg a versenyen is elindulok, a baptista teológiára is beadom a felvételi kérelmet, meg a ELTE bölcsészkarára is, de valahogy azt jelnek veszem, hogyha ezen a versenyen, ami elég jól indult, mert az első, második fordulón is tovább jutottam, tehát haladtam előre, hogyha én bejutok a első 20-ba, akkor ezt jelnek veszem, hogy akkor azt is legfeljebb párhuzamosan, de el kell kezdeni, és én 21. lettem,
ezen a versenyen, tehát a szóbeli döntőben már nem jutottam be, és ugyanígy a felvételire elmentem, és talán egy ponttal akkor még ugye a felvételi számított, a felvételi írásbeli, nem az érettségi pontokat vittük, de nem az volt a döntő. Igen. Így egy ponttal lemaradtam arról, hogy bölcsészkar magyar szakát elkezdjem, de akkor már eleve úgy is mentem, hogy hát én előtte, most nem azt mondom, hogy fogadalmat tettem, de eldöntöttem, hogyha ezen a versenyen én bejutok a döntőbe, hát akkor ezen az úton is menni kell, vagy ezen kell menni tovább, ha meg nem, akkor a másik. És így a teológiát kezdtem el rögtön az érettség után, ott is a teológiát, és ott is 1996-ban ott diplomáztam. Aztán hát tanultam tovább még. Végül a bölcsészkar is újra megjelent az életembe egy ilyen időcsúsztatással, de ott is tanultam később. Teológián elvégzése után a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanultam még, vagy szereztem diplomát, és aztán meg visszakerültem az ELTE bölcsészkarára, de nem magyar szakra, hanem hebraisztikára. Tehát amit mondtam egy pár perccel korábban, igen, hogy a héber nyelv meg az antik világ az már igen, a középiskolában elkezdett érdekelni, az úgy visszajött, csak a teológiai tanulmányok alatt fölöresödve, mert a héber meg az ószövetségi igen, tárgyak nagyon érdekeltek, és akkor így azoknak tehát a teológiai tanulmányok befejezése után tanultam a hebraisztika judaisztika szakon, vagy hebraisztika szörőjögő szakon, én hebraista lettem, és hát ott diplomáztam végül. De ezek mind párhuzamosan már lelkipásztori szolgálattal együtt futottak. Tehát... Igen, de még egy kicsit hadd kérdezzek vissza, tehát, hogy akkor a vagyis a megtérésedről, ha egy kicsit mondanál, ez Fóton történt, igen, a Fóti gyülekezetbe, igen, és hogy körülbelül mennyi idős voltál, és hogy hát hogyan munkált igen, ezt Isten. Én visszatekintve, mert most lelkipásztorként ugyan ezt a helyzetet látom, hogy akik gyülekezetbe járók, hívő családban igen, élő fiatalok vagy gyermekek, azoknak az életét látva, meg foglalkozva is velük, azt látom, amit magamon is láttam, hogy teljesen más helyzet ez, vagy az út egy más, mint annak az életében a megtérésnek az útja, újjászületésnek az útja, már úgy értem, hogy a személyes út más ezeknek az embereknek az életében, meg akik teljesen akár mondjuk egy Isten tagadó világból érkeznek meg, igen, és találkoznak az evangéliummal. Tehát azért mondom, mert a megtérésem az bizonyos fokig a pillanat a szerű és pontszerű, amikor világosan emlékszem még ma is arra az időpontra, meg alkalomra, amikor ahogy Pál apostol mondja, hogy aki világosságot gyújtott a szívünkbe, tehát hogy igen, ez az én szívemben is megvilágosodott Isten igének az igazsága, de előtte azért már évek folyamán én olvastam Bibliát megtérésem előtt is, hiszen a gyülekezetbe jártam, ifjúságban jártam. Elődök meg a igen, családban. Tehát ismertem az Isten igéjét, de a most így mondom, hogy ennek az útnak, ezen részének a határpontja az az volt, amikor volt egy bemerítési istentisztelet Fóton, és Marsall János bácsi prédikált, az ő nevét sokan ismerik, aztán később is prédikált többször Fóton, és nagyon szerettem mindig hallgatni az ő ige hirdetéseit, és hát ő evangelizáló módon prédikált legtöbbször, különösen nyilván egy bemerítéskor, és annak a végén volt egy ilyen kérdés, amit talán már nem is ő tett föl, hanem Lukás Gyula testvér volt ott a lelkipásztor, és ő volt a bemerítő lelkész is akkor, föltette a kérdést, hogy az igehirdetés után, hogy ki lesz a következő, és én mai napig sem tudom ezt így megmondani, vagy meghatározni, de annyira világos volt, hogy én, és föl is lendült a kezem, pedig abban az időben ez nem volt jellemző, nem hogy volt ott jellemző, jelentkeznek azok, akiknek a szívében ez eldőlt. Negyed magammal akkor Isten kegyelme újjászült, és akkor a következő alkalommal, hát egy felkészítés után, igen, 1989. szeptemberében merítkeztem be, ugyanott Fóton,
Fóti gyülekezetben, és végsősorban a lelkipásztori szolgálatra való elhívás is ott ér. Tehát nagyon sok minden kapcsolódik így az életemben ehhez a gyülekezethez. És Isten ezt akkor kimunkálta már, amiről kicsit mondtál is, hogy hát lelkipásztor legyél, és hogy ebben Isten vezetett téged, hogy hát valóban arra akar elhívni, hogy hát hirdesd az evangéliumot, tehát ezért is mentél a teológiára. Igen. Igen, és volt egy ilyen speciális része is benne, mert a tanulás mind, tehát én mindig szerettem tanulni. Igen, hát mondjuk az ember belefárad, persze, mert a sok könyv olvasása elfárasztja a testet, ez prédikátor is már ugye leírja, vagy elmondja, de mindig szerettem tanulni, és különösen az Isten igéjével foglalkozni, eredeti nyelveket tanulni, azon olvasni, tanulmányozni. Tehát egy olyan is volt bennem, egy olyan gondolat, igazából akkor megerősítésre várt, mert nem döntöttem el ezt így végérvényesen magamban, de hogy középiskolában az kiderült, mert pont azért, mert magyar irodalommal foglalkoztam, Kazinci versenyen is voltam többször, tehát beszélni kellett, vagy előadásokat tartani, tehát sok tekintetben ilyen felkészülés volt a középiskolai időszak is, hogy mi van, hogyha Isten speciálisan az ige tanításával kapcsolatban is, a lelkipásztori munka is az, mert hát az ige szolgái vagyunk, akik lelkipásztorok vagyunk, de hogyha az ige tanítási, a tanítói szolgálatban is szeretne használni. És én azt mondom, hogy ez, én nem, erre jelet nem kaptam, vagy égi hang nem szólalt meg, de a tanulmányok során, amik elém kerültek, meg lehetőségeket Isten adott, azok mind ebbe az irányba tereltek, hogy ezzel is kell, hogy foglalkozzak, és hát adódott is rá, meg adódik most is, mert rá alkalom, nem tettem igazából nagyon soha különbséget, hogy most két embernek tartok valamiről, gyülekezeti közegben előadást, vagy bibliai tanítást, vagy mondjuk egy konferencián, tehát hát ugyanúgy azért, készültem rá. Azért is szeretnélek megkérdezni, mivel hát a teológián is, igen, ott is a teológián is tanítottál, és hát úgy tudom, hogy azért elég szép szintre eljutottál, docens, vagy agyunktus volt. Agyunktus, igen. Tehát ez nagyon fontos, és hány évig tanítottál Hát ahogy ez egy érdekes helyzet, mert gyakorlatilag ahogy befejeztük a teológiát, most azért is beszélek több eszámban, mert Szirtes András testvéremmel, barátommal együtt voltunk ebben a helyzetben, hogy ahogy befejeztük a teológiát, úgy együtt mentünk a Debreceni Református Teológiára tovább tanulni, de egyszer s mint már segédoktatók is voltunk a teológián, meg lelkipásztori szolgálatot is elkezdtük. Ő éppen Gödöllőn, ahol én most vagyok, lelkipásztor. Én pedig Fóton, akkor Almási Tibor testvér volt a te lelkipásztor, és mellette voltam, nem használjuk ezt a kifejezést, hogy segédlelkész, de társlelkész, mi így neveztük ezt a helyzetet. Tehát a tanítás már akkor elkezdődött 96-7-ben a teológián, és hát onnantól kezdve az dominánsan az Ószövetségi Tanszéken belül héber nyelvet tanítottam sokáig, aztán Ószövetségi bevezetéstant, Ószövetségi írásmagyarázatot, teológiát, tehát amik az Ószövetség szakterületei tulajdonképpen. Ez lelkipásztori szolgálattal párhuzamosan, mert később Rákosszent Mihályra kerültünk lelkipásztori szolgálatba, és az alatt az időszak alatt is ugyanúgy ez a tanítói munka folyt. 2014-ig tanítottam. Voltak ebben megszakítások, mert volt, amikor nem éltünk Magyarországon, de 14-ig voltam oktató teológián. Igen. Közben még azt szeretném megkérdezni, hogy a kedves feleségedet mikor ismerted meg, mert volt időszak, amikor hát nem lehetett a tanulmányok alatt megnősülni, igen, talán. Én sem nősültem meg. Ez hogyan történt, tehát utána vagy előtte volt ez?
Volt és mai napig is van az a része a képzésnek, a baptista teológus Igen. hallgató képzésnek, hogy aki lelkipásztor szakirányos hallgató, az nem csak legációkban találkozik az igehirdetési szolgálattal, tehát karácsonyi, húsvéti, Igen. pünkösdi ünnepkörben, hanem évközben is be voltunk osztva helyi, általában pesti vagy Pest környéki gyülekezetekbe. És így nyilván sok helyzetet megismertünk, ennek nagyon sok praktikus oldala is volt, és hát olyan gyakorlati haszna is volt azért többek életében, hogy ott találta meg valamelyik gyülekezetbe beosztva a leendő társát, és én Váci gyülekezetben voltam teológus hallgató, ott találkoztam, mert abban a gyülekezetben Szödligeten laktak, ugyan, de a Váci gyülekezetben jártak feleségemék, akkor még nem feleségem, de a későbbi feleségemék családja, és ott találkoztunk, és tulajdonképpen az egy tanévet töltöttem ott, annak a végén mind a kettőnkben megfogalmazódott ez, hogy ha mi van, hogyha ő vagy én vagyok a hozzáillő segítőtárs, akit az Úristen teremtett, és akkor kezdődött el tulajdonképpen a megismerkedésünk, és akkor nekem még voltak évek hátra a teológiából, még volt a debreceni tanulmányom, és amikor az befejeződött, 90, sőt már lelkipásztornak is felavattak, azután 98-ban avattak lelkipásztornak, 98 májusában, és 99 augusztusában házasodtunk össze. Igen, Eszterrel. De akkor már bizonyára, hát az ő szívében is, hát elvégződött, hogy mivel te lelkipásztor akarsz lenni, tehát támogatott abban, mert van, aki hát nehezen tudja fölvállalni, hát ez is. Mert azért egy lelkipásztornak különböző helyeken kell szolgálni, ott hagyni azt a helyet, elmenni máshova, tehát ezeket is. Bizonytalansági tényező az igen, megvan. Föl igen, kell vállalni. Igen, hát nyilván kezdettől fogva ő tudta, Eszter, hogy én lelkipásztornak készülök, hiszen eleve teológus hallgatóként kerültem a Váci gyülekezetbe, de amikor kialakult ez mind a kettőnkben, hogy Isten együtt szeretne minket vezetni tovább házasságban is, akkor volt egy beszélgetésünk erről, hogy ő ezt hogy tudja vállalni, vagy mit tud ezzel kezdeni, mivel gyülekezetben nőtt föl, édesapja is volt lelkipásztor, tehát tudta, hogy mire mond igent, és mit jelent ez a helyzet. De egyébként nagyon fontosnak tartom ezt, hogy legyen alkalom arra, ha még a házasság előtt vannak, hogy azt végigbeszéljék, mert ez egy olyan szolgálat, amiben különösen fontos, hogy legyen hozzáillő segítőtársa az embernek, mert ha éppen ezt nem kapja, vagy nem ezt a támogatást kapja, akkor a szolgált végzés az nagyon megnehezül, vagy akkor akár el lehetetlenülhet. Tehát ezt, mert én másoktól is ezt hallottam, mert azért készítettek minket bent teológiai hallgatókat is, ugye dominánsan fiúk, férfiak voltunk, hogy akik még nem házasságban élők, azok készüljenek tudatosan rá, és a párválasztásnál az mindenképpen kerüljön elő, mert jobb az indulás előtt tisztázni azt, hogy az másik erre ezt nem tudja felvállalni teljes szívvel, mint később ennek a tehervoltát hordozni egy életen keresztül. Még olyanról is emlékszem, hogy például nem nagyon akarták felavatni addig lelkipásztorra, még meg nem nősült, igen, mert hogy hát vannak esetleg lelki gondozási dolgok akkor, hogy igen, nehezenben lehet megoldani ezt, és azért, hogy legyen feleség. Igen, igen. Igen, hát teljesen más azóta a lelkipásztori szolgálatban tapasztalom is, hogy természetesen, ha valakivel négy szem közt beszélgetek, akkor amit ő elmond nekem, azt az én feleségem soha nem kérdezte meg, hogy na mit mondott. Tehát így van. Soha az életben, és nem is volt ez a kényszer, hogy elmondjam. Igen. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor ha valaki engem megkeres, különösen a gyülekezetben a
nőtestvérek részéről, igen. akkor vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy inkább Eszterrel beszélgessen egy-egy igen. helyzetről. És ez persze azt is feltételezi, hogy a lelkipásztor feleségnek is valamilyen módon, hogyha maga nem is végzett teológiát, de valahogy kell, hogy tanulja ezt, és készüljön arra, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. Most így mondom, hogy ez is a Isten ajándéka volt az én életem, hogy Eszter mindig is szeret, ő is szeretett tanulni mindig, meg őt is érdekelte ez a terület, tehát ő azért képezte is magát ebben a autodidakta módon is, de hogy tanácsadásban vagy lelki vezetésben tudjon segíteni, az neki is fontos volt. Most még azt szeretném kérdezni, hogy az Úr hát gyermekekkel megáldott titeket, és hogy hány gyermeketek van? 3 gyermekünk van. Az első 2 az már nagyobb a legkisebbhez képest, mert a legkisebb, most akkor időben visszafele kezdem mondani, az legkisebb csemeténk, Mátyás, ő idén nyáron született júliusban, na. úgyhogy ő még egészen kicsi. Igen, úgyhogy újra fiatal szülők lettünk, mert hát a nagyobbak, a Gitta lányunk, az, aki a középső, most lesz most hétvégén vasárnap lesz 10 éves, a fiunk Bálint meg 13 lesz jövőre tavasszal, tehát ők már nagyobbak. Így látjuk is, hogy más a helyzet, mert a másik 2 ugye 2,5 év volt közöttük, úgy más volt, amikor megszületett a második, akkor a kicsivel is még majdnem ugyanúgy kellett foglalkozni, mint a legkisebben. Most meg igazából, ha Matyi egyet már nyekkent, akkor ugranak és fölveszik, tehát nagyon sok segítség van, igen, és szakszerű igen. segítség, mert nagyon várták ők is, hogy megszülessen a kis tesó. És hol, hát együtt hol kezdtétek a szolgálatot, tehát akkor Fóton? Fóton, igen, ott lettem fölavatva. Annyi hozzáteszek, mert előbb ezt említetted, igen. hogy házasságkötésünk az következő év nyarán volt, de akkor már jegyesek voltunk, tehát elém is került most hirtelen a kép, hogy amikor engem a lelkipásztorrá vattak, akkor már Eszter is ott ült mellettem, mint jegyesek voltunk, igen, mint leendő. Tehát Fóton kezdtük a szolgálatot akkor 98 májusában, vagy kezdtem én, és aztán ők, hiszen akkor még nem lakott ott, amikor összeházasodtunk, akkor kapcsolódott be a következő év nyarától. Ő zenével is foglalkozott, tehát most is nagyon szereti a zenét, egyházzenét, karvezetést, stb. Tehát gyülekezetekben, ahol előfordultunk eddig, ott majdnem mindig végül megtalálták, hogy ha kell segítség, akkor szívesen ajánlotta ő is, hogy ebben segít. Fóton is volt így karvezető, bibliakörösökkel is foglalkozott Fóti gyülekezetben. Aztán utána Rákosszentmihályra kerültünk, Rákosszentmihályi gyülekezetbe, és ott szintén próbált a karvezetésben segíteni, csak ott született, ugye a kisgyerek születése azért fölborít bizonyos igen, helyzeteket, Bálint fiunk akkor. Ott született, amikor oda kerültünk, tehát ebben olyan aktívan utána részt nem vett, de fiatalokkal való foglalkozásban, törekvőkkel, bemerítésre készülőkkel való foglalkozásban sokat együtt végeztük ezt a munkát. Aztán ott azt a Rákos személyi szolgálatot igazából egy tanulmányok miatt szakadt férbe, doktori tanulmányokat kezdtem el, és akkor még volt a teológiai tanítás és lelkipásztori munka, meg nappali tagozaton a doktor, és azt láttam, hogy ez együtt 3, nem, meg a család is, ugye, amit mindig utoljára szoktunk mondani, pedig nem a legutolsó. Igen, én is erre gondoltam, hogy ez volt időszak, amikor kellett. Talán csak tanítottál ott a teológián. Igen, tehát 2006-7-től a teológiai tanítás az megmaradt, de lelkipásztor aktívan nem gyülekezetben tudtad. Nem volt. Igen, hirdetőként szolgáltam. Értem, igen. Fóti gyülekezetbe kerültünk akkor vissza, tehát akkor megint Fót igen. került elé, de mind gyülekezeti tagok, de segítettem ott, ha igen. az ott szolgáló lelkipásztor testvéreknek, ha kérték, vagy ahogy én tudtam, de akkor a tanítás volt, meg a doktori
iskolának a végzése, és ennek a során volt az időszak is, amikor egy darabig nem laktunk Magyarországon, a doktori képzés miatt külföldön voltunk egy fél évet Prágában, akkor még ott működő Nemzetközi Baptista Teológián voltam kutatómunkán, aztán 2011-től meg Cambridge-ben a Tyndale House-ban voltam, és rövidebb időre készültünk, mert amit ösztöndíjat kaptam, a ötvös ösztöndíjat, az meg volt, hogy mennyi ideig elég, de ott kint feleségem munkát talált, én egy másik ösztöndíjat nyertem, úgyhogy a néhány hónapból két év lett végül, tehát két évig kint éltünk, és úgy költöztünk vissza a 13-ban. Igen, ezekről az időszakról én sem igazán tudok, mert hát előbb is ismertelek, igen, utána is közben, ez bocsánat, hogy ezt nem is tudtam, hogy hát valóban doktorátust is végeztél, és hogy... Nem, mert tehát én befejeztem a doktori iskolát, a doktori szigorlatot is letettem, a disszertációt még nem adtam be, úgyhogy... Ja, még nem? Nem, ez ilyen végeláthatatlan projektnek tűnik, de hát gondolom egyszer befejeződik. Mert volt bent egy lelkipásztor testvér, aki szintén most doktorál, és ő is Prágába is volt, ahogy igen, mondtad te is. Igen, akkor sokan jártunk ki, igen, oda, mert közel, igen, volt, nagyon jó könyvtára volt a teológiának nemzetközi szinten is, és akkor kihasználtuk ezt a lehetőséget. Ja. Igen. Ez így nagyon jó. És a következő állomás, tehát ahova lelkipásztorként most akkor elkerültél, ez már Gödöllő? Igen, igen, igen. Ez is egy érdekes helyzet volt. Szoktam ezt mondani, hogy öregszik az ember, de hát vitathatatlanul, hát én is a 40-es éveim taposom, hogy egyrészt abban is leméri, hogy azok, akik gyerekkorának meghatározó személyei voltak, azokat az Úr magához hívja, és mert én is többször szolgáltam úgy temetésen, hogy akik meghatározó szereplői voltak az életemnek végül, amikor igen, ők kérték, hogy szolgáljak. András barátomat is én temettem el, amikor ő 40 évesen meghalt. És ezért mondom, hogy Isten sokszor úgy visszavezet helyekre, vagy helyzetek, vagy személyek, vagy települések, vagy szituációk, amiket akkor, amikor először találkozok vele, vagy velük, akkor nem tűnik olyan fontosnak, de aztán évek vagy évtizedek múltával van egy visszacsatolás, és ezt is így vettem, mert András Gödöllőn volt lelkipásztor, tehát sőt az ő idejében épült ez az imaház is, aminek ő a befejezését, tehát a mostani állapotát már nem értem meg, mert közben nagyon rövid idő alatt ő meghalt. De hát nyilván akkor nem gondoltam, például amikor mi teológiára is egy év folyamban jártunk, hogy egyszer majd én ott leszek lelkipásztor, ahol ő szolgált. Így kell Gödöllőre. Gödöllőn tudták is egyébként ezt, mert egyszer-kétszer én szolgáltam, amíg ő ott lelkipásztor volt, elhívott ige hirdetéssel, hogy hát, meg hát a temetésén Andrásnak is szintén én hirdettem az igét. 2014 pünkösdjén, ha jól emlékszem, akkor éppen nem volt már lelkipásztor a gyülekezetben, és egy bemerítési alkalomra hívtak ige hirdetési szolgálatra, és hát ott ragadtam. Eleinte csak egy havonta egyszer jártam, vagy egyszer-kétszer szolgálni, többnyire az úrvacsorai vasárnapokon, és akkor megkérdezte először az előjáróság, majd gyülekezettel is beszélgettünk, hogy hát tudnánk-e, vagy tudnám-e vállalni ezt a szolgálatot, és hát volt egy gondolkodási időre lehetőség, de igen mondtunk, és úgy vettük, hogy Isten ott szeretne, hogy lásson, ott szeretne látni minket, vagy ott kell folytatnunk a szolgálatot. Igen, és hát ez a Gödöllői gyülekezet most hát egy új imaházat, igen, építettetek, és hát valóban azért körülbelül mennyi tagja lehet a közösségnek, hogy hát... Igen, hát én már csak beleültem a jóba a kézbe, mert én már nem voltam, igen, az építés során ott. Igaz, igen, ebben az esztendőben volt egy befejezetlen része a tetőtérnek, 100-valahány négyzetméter, amit közösségi teremnek most sikerült kialakítani, meg hát
ha épület van, azzal feladat is van, tehát hát, felújítás, most eltelt az első 10 év, tehát most kellettek bizonyos feladatokat el kellett végezni. Érdekes a Gödöllői gyülekezet, mert bizonyos tekintetben nagyon régi, hát Kornya Mihály, akinek most volt ugye a 100 éves évfordulója halálának, ő Szadán és környékén szolgált az 1880-as években. Szadai gyülekezet is úgy jött létre, ami Gödöllőtől ugye 4-5 kilométerre van csak. Igen. És valószínűleg annak a szolgálatnak a következményeként Gödöllőn is tértek meg emberek. Tehát 1880-as években voltak baptista hívők, viszont a gyülekezet az mindig ilyen embrionális állapotban maradt, tehát néhány taktól néhány tucatig terjedő volt a létszám, és mindig inkább ilyen házi gyülekezet volt, tehát imaháza nem volt a közösségnek, igen, hanem valahol háznál jöttek össze, vagy valaki felajánlotta a házát, vagy megvettek egy családi házat, az volt az utolsó állapot, amit állatalakítottak, és ott jöttek össze. És igazából a 90-es évek, pontosan ezt nem tudom megmondani, hogy eleje, de mikor az én András barátom már oda került, akkor már elkezdett a gyülekezet létszáma növekedni. Elsősorban azért, mert Erdélyből, dominánsan Szilágyságból egy-két család átköltözött, baptista hívők voltak, onnan átjöttek, Gödöllőn telepedtek le, és a gyülekezet tagjai lettek itt Gödöllőn is. Megtértek meg nyilván a városban is, városból is, vagy Gödöllő ugyanúgy ugye vonzás körzete Pestnek, tehát nagyon sokan, akik meg tudták engedni maguknak, hogy elhagyják a város, nagyvárost is kiköldözzenek valahogy mégis vidékre, de egy városias közegbe Gödöllőre költöztek, tehát sokan így is kerültek a gyülekezettel kapcsolatba, hogy valamikor pestiek voltak, vagy pesti gyülekezetbe jártak, de Gödöllőre költöztek, és így. És aztán a 2000-es években meg újra volt egy ilyen nagy hullám, egy másik, egy néhány család költözött Gödöllőre, szintén Erdélyből. Így adódik, hogy most 75 bemerített tagja van a gyülekezetnek, de nagyon nagy a gyereklétszám, tehát 50-en vannak, akik 18 év alattiak. Mert dominánsan akkor ez azt is mutatja, hogy a gyülekezetnek a korfája az nem olyan, mint a magyar társadalom. Én nálunk nyugdíjasok nagyon kevesen vannak, viszont 30-as, 40-es korosztály adja a gyülekezet gerincét, a tagoknak a gerincét, és természetesen ott gyermekek is vannak, mindenhol van 2-3-4 gyerek. Tavaly előtt 4-en születtek, tavaly 6-an, idén 4-en újszülöttek, tehát ugye nagyon nagy a gyerek létszám is. És azzal, hogy a gyülekezetnek így imaháza is lett, és egy olyan helyére került a településnek, ami akkor, amikor ott az alapkőletétel volt, mindenki azt hitt, hogy a senki földje, most meg egy frekventált része lett a városnak. Igen. Így azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sokan jönnek be a városból, minden vallásos vagy egyéb háttér nélkül és érdeklődők, vagy a Gödöllő vonzás körzetéből más településekről, ahol nincs mondjuk gyülekezet, járnak át. Tehát mondom, így 70 fölött van a taglétszámban, ez az 50 néhány gyerek, meg még legalább 40-50-60 érdeklődő látogató, vagy látogató. Érdeklődő, tehát igen, igazából a imaház megtelik alkalomról alkalomra. Pedig gondolom újonnan elég, igen, nagyot épített. Hát azért 200 ember tud leülni, akkor már nagyon szorosan vagyunk, de igen, egy új imaház, és hát ami a korban megjelennek, hogy közösségi terek is legyenek, annak a tudatában is letervezve, tehát nem csak a nagy imaterem van, hanem egyéb helyiségek is, ahol a gyülekezeti élet más dimenziói folyhatnak. Szeretnék egy olyan kérdést föltenni, amiben hát így a kedves nézőket nagyon fontos, hogy hát halljanak ilyen dolgokról, mert hogy az életünkben át kell menni nehéz helyzeten, vagy hát olyan körülményen, és hogy Isten hogyan segített át ezen, és hogy hadd halljanak erről, és hogyha volt ilyen a
az életedben vagy életetekben, hogyha valamit erről meg tudna osztani, esetleg egy esetet. Minket az ilyen nagy súlyos, tehát amit mások életében, akár most is a közvetlen környezetünkben látunk, nagy súlyos szenvedések, fájdalmak, most így mondom, hogy azokban eddig nem volt részünk. Voltak nehéz helyzetek, majd mindjárt említem is, ami így folyamatosan alkalmat adott arra, mert azt gondolom, hogy ezek a próbás helyzetek alapvetően a hívő életében arra jók, hogy az Isten közelségét még inkább keresse, tehát az Istenhez kényszerítő helyzetek tulajdonképpen. Igen. De egy olyan jutott eszembe hirtelen, ami valójában a megtérésem előtt is, sőt, hát nagyon előttem, egy gyermekkoromban volt, csak visszatekintve többször eszembe jut, mert egy kritikus helyzete volt a gyerekkoromnak, 6-7 éves voltam, talán az általános iskolát fejeztem be. Igen. Amikor odahaza történt egy baleset így velem. Édesapámnak volt egy műhelye, különböző gépek voltak ott, revolver, esztergal, automata gép, marógép, stb. Ez a világ is érdekelt egy darabig egyébként, és segítettem is neki az esztergapad mellé, oda tettem a kis sámlit, és ahogyha mutatta, hogy ha meg tudom csinálni, megcsináltam. De egyszer így gyerek fejjel a szálvezetőben egy anyagot éppen dolgozott, ami ugye hosszabb volt, nyilván 2-3 méter, és én kipróbáltam, hogy milyen lenne, ha föltekeri a hajamat. Húva. És olyan szinten föltekerte, hogy itt tehát kitépett mindent, vérzett a fejem, és hát édesapám úgy teljesen maga alá is roskadt, hogy hát ő okozta ezt, holott hát én voltam az, aki nem bírt magával, vagy nem tudom én, és oda tettem a fejem a szál vezető alá, igen, és föltekerte a hajam, és hát ugye itt fokozatok vannak, és hogyha egy fokozattal följebb megy, azt ő is mondta, akkor megskalpolt, tehát akkor véget ért volna a pályafutásom elég hamar, meg az életem is. Tehát ez a helyzet azért olyan volt, és amire igen, ugye visszatekintek, mert ez egy ilyen nagyon határeset volt, hogy mi lesz belőlem, vagy mi lesz velem. Aztán azon a nyáron még egy biciklis is elütötte, amikor én biciklivel közlekedtem, utána agyrászkódás, ami is lett, amivel kórházba kerültem, ha megfigyelésre is. Ilyen több ilyen eszméletvesztés is volt, mindig a fejemet érte valami ütés, úgyhogy hát szoktam is mondani, hogy helyre rázódtak talán benne a dolgok egy életre. Ezek jó miatt. Megvallás, ez nagyon jó tette. De ezek inkább visszatekintve, ami abban erősítenek, hogy Istennek a gondviselése, hogy rajta tartja az övéin a szemét, a tekintetét, ez igazság, húsvér és valóságos igazság. A későbbiekben inkább ilyen harcok és dilemmák, az egyik, talán ezt emelném ki, hogy hát mi 99-ben kötöttünk házasságot, de az első gyermekünk 2005-ben született, tehát ugye elég nem későn. Volt, igen. És ez igen, azért volt, mert nem adatott, és a feleségem már, talán a feleségek vagy a leendő édesanyák még jobban elkeserednek ilyenkor, hát hogyha amire készülnek mondjuk egy életen keresztül, az nem adatik meg, és már akkor az orvosa is mondta, hogy hát vannak az orvostudománynak eszközei vagy lehetőséget, el kellene ezen kezdeni gondolkodni, mert ha ennyi idő alatt nem, akkor úgyse lesz semmi, és aztán egyszer csak mondta, hogy valószínűleg megfogantta az első gyermekünk, igen, és így született Bálint, tehát tényleg ilyen ajándékképpen vettük. És aztán a másodiknál meg ő neki volt egy sajátos betegsége közben, úgyhogy rögtön a szülés után, hát amennyire lehetett rögtön, nyilván némi időráhagyással, de neki egy műtéte is volt. Tehát ott a Gittának a kihordásánál pedig egy elég nagy rizikó faktor volt, hogy mi lesz, hogy lesz. És akkor már maradunk a gyerekeknél, akkor a harmadiknál is volt valami, mert ugye hát ő már 40 évet betöltötte, és hát mindig minden helyzetben az volt a megjegyzés, hogy hát a gyermek mennyi százalékban nem lesz egészséges, stb. Stb. Ugye ezt nehéz végig hallgatni, de hát mindig elmondtuk, hogy Istentől vesszük, hogyha gyermeket ad, úgy vesszük, ahogy ő adja. Nyilván ez egy óriási harc, és imádkoztunk is, hogy
mert az ember, ha sokszor hallja már ezt a fajta üzenetet, igen, akkor igen, nyilván az, azért a lelkére hatással van, de ilyen, ezért is lett igazából a harmadik gyermekük neve Mátyás, ugye a Matityahu, az Isten ajándéka, vagy az Úr ajándékának ugye ez a görögösített vagy magyarosított változata, mert hát így vettük, hogy, hogy Isten gondviselése nyomán kaptuk őt is. Egy talán, ami, ami meg a külföldi életünkkel kapcsolatos, hogy ott kerültünk egy olyan helyzetbe, hogy mondtam, hogy ösztöndíjjal kerültünk ki. Igen. Cambridge amúgy se olcsó város, hát a London után talán a második legdrágább város Angliában, tehát nem olcsó ott az élet, és egyszer csak kaptunk egy levelet a helyi hatóságtól, önkormányzattól, hogy mi, mivel mi is állampolgárok vagyunk, ezért a helyi adót nekünk is be kell fizetni, amiről az intézet nem tudott, mert csak tengeren túli kutatói voltak, és azt mondták, hogy ilyet nekünk nem kell, aztán felvilágosítottak minket, hogy igen, mert mi is EU állampolgárok vagyunk. Ami akkora összeg volt, hogy az összes pénzünket elvitte volna, amit rászántunk, meg ami egyáltalán igen, adatott nekünk, és nagyon hamar haza kellett volna jönni. Tehát akkor ott tényleg szó szerint egyik napról a másikra éltünk, igen, és vártuk, hogy most mi lesz, meg imádkoztunk Istenhez, és nagyon hamar kaptunk választ, mert Eszter feleségem egy másik munkát talált, egy cégnél dolgozott, és én meg egy ösztöndíjat rapályázhattam, ami szintén így teljesen váratlanul jött, nyilván Isten előkészítette, és így ez is megoldódott, meg még az is, hogy sokkal tovább maradhattunk, mint amit mi elképzeltünk. Ami azért volt jó, mert tehát mi tudjuk, hogy mit jelent a nélkülözés, mert hát benne voltunk, és tudtuk, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az nem csak egy szóvirág, hanem hát valóságos is le minden élethelyzetben, és van, amikor olyan helyzet van, hogy így kérjük el valóban naponta Istennek a vezetését. Ezek a helyzetek, amikben nyilván van más is, de most hirtelen ezek kerültek el. Ez igen, mert az időnk annyira rohan, hogy hát még azt szeretném megkérdezni, hogy mivel ez a Ébredés című műsor, és hogy ezzel kapcsolatban mi a látásod, és hogy mit mondanál számunkra, nézők számára. Mikor az ébredésről, meg a megújulásról van szó, akkor én azt gondolom, hogy ma majdnem mindig ilyen intézményesen gondoljuk, hogy egy egész gyülekezet, vagy egy teljes egyház, vagy egy egész kontinens, vagy egy egész ország újul meg. És nyilván ilyenek vannak is, meg voltak is a történelemben. Amikor volt Amerikában a nagy ébredés, a Great Awakening, a Jonathan Edwards idejében, akkor ugye ott egész államokra kihatott mindez. De én ugyanúgy fontosnak tartom, különösen azért, mert helyi lelkipásztorként egy gyülekezet vezetése, vagy annak egy része bizatott rám, hogy az ébredésnek, megújulásnak a személyes dimenziói is előkerüljenek, tehát hogy látni azt, hogy a személyes életeknek a megújulása, és hogy abban mi, ami igehirdetőként mi a mi szerepünk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, egészen lebontva a szolgálat tevők életéig, tehát akikkel beszélgettünk, vagy hallgattak, többször én elő szoktam ezt a gondolatot hozni, talán azért is, mert az Ószövetségben ez egy visszatérő, egy nagyobb idősávot ölel föl a kijelentéstörténetből, mint az Új Szövetség, hogy ott azért többször elhangzik, akár Mikaiás könyv 3. fejezetére gondolunk, hogy ott a megbízott vezetőket, most így mondom, veszi elő Isten egy-egy profétai ige által. Például Mikás könyve 3. fejezetén végén azt mondja, hogy ezért miattatok szántják föl Siont. Tehát egy picit, ugye ez egy nagyon kemény ítéletes mondat, igen, hogy a pusztulás az a vezetők és a vezetés körülű problémák miatt van. Tehát mindig a vezetők részéről hangzik el a megújulásra való fölhívás, de ez nagyon fontos, hogy ezt először én halljam meg. Igen. Tehát a saját fülem hallja meg ezt. Mert a szolgálatban állás az valahol mintaadást is jelent,
és hogyha rossz a minta, hogyha hiteltelen az előjáró, hiteltelen a vezető, a lelkipásztorát, akkor prédikálhat, ameddig akar, de a kettő, ha nem passzol, ha nincs ez az integritása meg az életnek, a szó és a tett kapcsolatának, akkor igazából inkább rombolja az egészet. Tehát az egyik, amit én fontosnak tartok, hogy a szolgálattevők figyeljenek arra, hogy a személyes megújulás, a napról napra való megújulás, mert én azt fontosnak látom, hogy ne kampányszerűen történjen ez csak, hanem ez egy napi feladat. Tehát amikor a János Evangélium a 15. fejezetében az úgyis a szőlőtő példázatáról beszél, utóbb ez sokszor előkerült, akkor őt azt folyamatosan kéri és mondja a tanítványoknak, hogy a benne maradás és az igéjének a bennük maradása az feltétele a gyümölcstermésnek. Tehát ha nincs meg ez az alap, akkor mitől várnánk a saját életünk szolgálatán keresztül, mitől várnánk a gyümölcsözést, hogyha a Krisztusban maradás és az ő beszédeinek a bennünk maradása, mint nélkülözhetetlen alap nincsen. És én a gyülekezetben is ezt hirdetem, és ezt szeretném, vagy szeretném is látni, hogy Isten megadja, vagy nem, de helyi gyülekezetekben, hogy annak a faj felismerése, hogy amit az elején a beszélgetésünknek mondtam, hogy nem kell mindenkinek főállású igehirdetőnek, lelkipásztornak lenni. Igen. Van valamilyen hivatása, hogy az istentiszteletek, én nagyon hangsúlyosan így fogom föl, a vasárnapi istentiszteletek természetesen bárki bejöhet, de alapvetően a Efézus 4-et idézve a szentek felkészítése a szolgálatra, tehát hogy a gyülekezet már megtért gyülekezet tagjai megtértek, újjászületettek, most így mondom, lelki muníciót, meg vezetést, útmutatást kapjanak arra, hogy hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, akkor is az Isten népe vagyunk, meg akkor is az Isten gyermeke vagyok, hogy a hétköznapi életben a hétköznapok Isten tisztelete, az hogyan valósulhat meg, mert ha ez megvalósul a gyülekezeti tagok életében, akkor a misszió is, meg a gyülekezetnek a hatásköre is, meg a vonzásköre is megsokszorozódik, mert nem az az egy igehirdető a szolgálattevő csupán, hanem ahol él a gyülekezethez tartozó közössége, az válik tulajdonképpen a missziónak a területévé. Tehát erre tartom én személyesen fontosnak felkészíteni a testvéreket, meg a gyülekezet tagjait, hogy a hétköznapoknak az Isten tisztelete és Jézus Krisztusnak a megvallása, Isten dicsőségére való élet, hogyan jelenjen meg a hétköznapokban, a család életben, meg a munkájukban. Igen, csak sajnos elszaladt az időnk, igen, mert annyira jó dolgokat mondtál el ezzel kapcsolatban is, és hát valóban szeretnénk ezt imával befejezni, és hogy megkérnélek, hogy először te imádkozzál. Jó. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te vagy életünknek az Ura, ennek a teremtettségnek is a teremtője, fenntartója és ítélő bírája is. Köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy a te fiadban, Jézus Krisztusban elkészítetted a menekedésnek az útját, a váltságot, az üdvösséget. Köszönjük a csodáját, hogy gyermekeiddé fogadtál ő által minket. Köszönjük a hitnek az ajándékát, és köszönjük azt, hogy egészen Krisztus eljöveteléig te bízol a tieidre, a te népedre, egyházadra munkát, feladatot. Szeretnénk, Istenünk, azt a feladatot, azt a munkát végezni, ki a maga helyén, amit te akarsz látni tőlünk, hogy ne magunk menedzselnénk az életünket, vagy a szolgálatunkat, hanem engednénk a te igéd útmutatásának, a lélek szavának. Ezt szeretnénk elkérni ebben az időszakban saját életünkre, mindazok életére, akik ebben az országban végzik ezt a munkát. Kérünk, Istenünk, hogy a te lelked jelenléte az ígérnek a szava hadd hozzon megújulást, akár a te néped életében is, hogy hadd kezdődjön először ott el mindez, és ha terjedjen át erre a népre, erre a nemzetre, hogy az az ige, ami ránk bízatott, az a világosság, amit Jézus Krisztus által
kaptunk, az tudna rajtunk keresztül tovább áradni. Kérünk Istenünk, hogy így cselekedj a te dicsőségedre, és akármit teszünk, szólunk ebben a jelen való világban, segíts annak a felelősségével tenni, és annak az örömével is, hogy a te megváltottjaidként és Krisztusban elhívott szolgáidként tehetjük mindezt. Kérjük erre, Atyánk, a te áldásodat, vezetésedet az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy most is itt voltál közöttünk, és köszönöm, hogy itt lehetett az én testvérem, aki megoszthatta a kedves nézőkkel velünk azt, hogy az ő életútját, hogy hogyan vezetted. Uram, te áld meg a további életét, szolgálatát, és add, hogy hadd tudja mindazt elmondani nagyon sok embernek még, amit vele is tettél, és köszönjük azt, Uram, hogy te azért válsz még, hogy nem jöttél vissza, hogy sok ember megismerjen téged, és az igazságra eljusson. Köszönjük, Uram, mindazt, amit hallhattunk, és továbbra is szeretnénk, Uram, mindenkor szócsöved lenni, bizonyságod lenni abban, hogy elmondjuk, hogy te jó vagy, és örökké való a te kegyelmed. Uram, mindenért legyen áldott a te neved. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőknek, hogy minket választottak, és kívánom, hogy Isten áldja meg az önök életét, és keressék az Urat, még megtalálható. Isten áldja meg önöket a viszontlátásra.